Sziasztok! Ez itt a Premier Plan, és ebben az epizódban a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény budapesti tagintézményének egyik kiemelkedő tanárát fogjuk jobban megismerni, Hajdú Klárát. Klára jelenleg az iskolában énektanár, illetve tanszakvezető. Mindemellett pedig nagyon sokszínű a pályája, a hazai jazz élet kiemelkedő énekes dalszerzője, illetve tanára. A jazzma.hu magyar jazzportál olvasói 2018-ban újra az év énekesnőjének választották, fellépett már Európa és USA számos nagyvárosának klubjaiban és fesztiváljain. 12 éve megalapította saját kvartettjét, eddig 2 lemezük jelent meg, dalaikat a magyar jazz csatornák mellett már holland és német országos rádiók is műsorukba tűzték. 2017-ben Fonogramdíjra jelölték a PlayStanders albumukat. 2019-ben Klára saját szerzeményét, a Your Gonna Rise, beválogatták a dal 2019 legjobb 30 dala közé. 2019. októberében pedig megjelent saját magyar nyelvű szerzeménye Nyár címmel. Premierben már 6 éve, mert hogy a maga a Premier Művészeti Szakgimnázium, mint intézmény, ez 10 éves, és Békés Csabán meg Szegeden már korábban működött, de Budapesten még csak 6 éve, úgyhogy az alapító tanárok közt itt voltam már. Igazából a zene volt, amit választottam, vagy a zene választott engem, ezt nem is tudom pontosan így behatárolni, mert hogy a szüleim azt mondták, persze szokás ilyet mondani az énekesekre, hogy már előbb énekel, mint hogy beszélni tudott volna, de hogy kb. Tényleg, tehát hogy így zeneóvodában jártam, zenei általános iskolában, zongorázni tanultam, kórusban énekeltem, és így eléggé adott volt, hogy a zene lesz a pályám. Ahogy így cseperedtem, már viszonylag nagy lányként így mindig a kisebb unokatesóimat így simán rám bíztak, és az iskolában is mindig rám bíztak. Talán kiment, akkor rám bízta a többieket, tehát hogy így ez valószínűleg a felelősségérzet megérzékez így hamar kialakul az emberben, és ezt kiszúrták, úgyhogy amikor pályaválasztás elé kerültem, akkor 14 éves koromban úgy döntöttem, hogy egy pedagógiai szakközépiskolába megyek Szegeden, ami most már ugye nem működik. És hát én ott már bontogattam a szárnyaimat, mentünk iskolába tanítani, meg foglalkozásokat tartani óvodába, úgyhogy nekem ez ilyen óriási szerelem, plusz a zene, úgyhogy jött az, hogy zenetanár leszek. Igazából szerintem ahány diák, annyiféle, és annyiféle módszer, meg mód, ahogy eljutok hozzájuk, de az nagyjából egyértelmű, mindenkinél ugye kell hangképzés. Arra különben nagyon nem kell készülni, hiszen gyakorlatilag amit én valaha tanultam, azt átadom nekik. Van, aki még gimis, vele inkább csak bővítjük a repertoárt. Az OK-ésekkel már nyilván nehezebb a pálya, mert ugye ott már a szakképzettség megszerzésére készülünk, és akkor viszont már megvan az, hogy milyen repertoárt kell elérnünk, mikorra, tehát hogy ott azért eléggé pörgetni kell az anyagot. Ez nagyon nehéz, de talán a saját zenekarom, ami most már 12 éve működik, az egy olyan lenyomata gyakorlatilag az eddigi munkámnak, ahol dalszerző is lettem, szövegíró lettem. Ami még nagyon fontos szerzőként, hogy a 2019-es dalba bekerült egy saját szerzeményem, úgyhogy van egy csomó ilyen apróság, amiből így összeáll, meg az, hogy a világon bárhol énekelhetek, hát most nyilván nem, ez az év, ez most nem erről szól, és az, hogy a gyerekeim, amilyen sikert elérnek, és a tanítványaim különböző műsorokban lépnek fel, hozzák a saját kis dalaikat, amiket együtt esetleg így megvalósítunk, meg kidolgozunk, az ő sikereiket is a sajátomnak élem meg.